Üdvözlet mindenkinek is 2019. május 3-án. Ez az élőadás a az Infobubble csatornán, és ezúttal kérdésekkel és hozzászólásokkal fogunk foglalkozni. Mielőtt azonban belekezdenénk, ezt meg akartam mutatni, természetesen a Mézga családból láthatunk egy rövid részletet. Ezt valaki küldte már, nem emlékszem pontosan, hogy ki volt az, aki ezt elküldte nekem. De hogyha végignéztétek, illetve hát azok, akik itt voltak és látták, akkor az időjárás módosításról volt szó ebben a részében a Mézga család sorozatnak, és ez egy 1971-es, bocsánat, 70-es, ha jól látom, mindjárt meg is mutatom. Igaz, hogy ez Wikipedia, de hát elfogadjuk most úgy, mint forrás, szóval Mézgáik el akartak menni kempingezni, esett az eső, mindenki látta, aki megnézte, és akkor rendeltek egy időjárás módosító eszközt. Ez 1970-ben március 22-én volt az első sugárzása ennek a résznek, hogyha ebben, hát hogyha erre gondolnak, de szerintem arról, mert mondják, ugye itt van az, hogy az előtte és a következő rész mi volt. Az azt jelenti, hogy 50 évvel ezelőtt ők már az időjárás módosításról beszéltek. Én ezt próbáltam elmagyarázni mindenkinek, hogy ez egy egész világra kiterjedő rendszer. Ez nem azért, mert Magyarország egy kis ország, vagy úgy tűnik, hogy velünk nem foglalkoznak, vagy Magyarország nem számít. Ilyen nincs. Ez a szervezet, ami uralja és irányítja a világot, ez az összes országot lefedi, az összes régiót, és senki nincs, aki el tudja ezt kerülni. Úgyhogy erre láthatunk szerintem egy nagyszerű példát, hogyha azt szeretném kérni mindenkitől, hogy a linket osszátok meg, ha tudjátok, mindenhol, ahol csak lehetséges, és akkor ide találnak az emberek. Amúgy pedig még néhány dolgot elmondok addig, amíg várakozunk, hát ha ide tévednek. Bár most már láttátok az óriásoknak az első részét, ha jól gondolom, akkor ez volt a premier. Azt szeretem volna bemutatni ebben, hogy az, hogy a világ mit mond erről az egészről, igazából az arra nem nagyon lehet építkezni. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy a nyilvánvaló bizonyítékok mellett megpróbálom bemutatni, hogy mi az, ami az írásokban található ezzel kapcsolatban, és szerintem ez sokkal tovább vezetett, mint ahogy azt a legtöbben gondolják. A következő részben persze folytatjuk majd, de én ezt az utat választottam, és szerintem ez az, ahogy megtudhatjuk az igazságot. Úgyhogy ha valakit érdekel, hogy mi is a helyzet ezekkel a karakterekkel, honnan erednek, hol vannak esetleg most, akkor azt meg fogja tudni időben, hogyha szemmel és figyelemmel követi ezt a sorozatot. Nem tudom, hogy mennyi része lesz ennek még, vagy mennyit lehet ebből kihozni, egy még biztos. Azután pedig még esetleg rátérek arra, hogy mi is lett a sorsa ezeknek a lényeknek, amiket óriásoknak hívunk, azt talán a harmadik részbe bele lehet majd sűríteni. De az első kettőben azt szeretném megmutatni, hogy honnan is származnak, mi az erete ennek a csoportosulásnak, hogy óriások. És érdekes módon lassan eljutunk. Ja igen. Kedden, jövő héten kedden, ami azt jelenti, hogy az 7-e, ha jól gondolom, 7-én 20:30-kor találkozunk itt, és abban a livestreamben szerintem majdnem mindvégig a védőoltásokról lesz szó, és minden, ami ezzel a témával kapcsolatos. Úgyhogy akit érdekel az a téma, vagy esetleg ismer olyan embereket, akiket érdekel, akkor ez az, ami jövő héten kedden a téma lesz, ezzel fogunk foglalkozni. Hol tartunk most ezzel kapcsolatban, olyan értelemben, hogy a jogszabályok és ennek az egész jelenségnek, mint védőoltásnak a törvényi háttere és a szabályozása hol tart,
illetve hogy merre tartunk, és mi az, ami ezzel kapcsolatban várható a jövőben. Ha valami kérdés van, akkor ez az időpont, amikor azt fel tudjátok tenni, ez a rész, ez erről szól, ez azért van, hogyha kérdés van, akkor azt meg tudjuk beszélni, úgyhogy ezért találtam ezt ki, szóval ha kérdés van, bármi, ami a világgal kapcsolatos, akkor azt nyugodtan fel tudjátok tenni. Itt most. Szóval ez jövő hét kedd a védőoltás dolog. Sőt, aki talál esetleg érdekességet a védőoltásokkal kapcsolatban, cikkeket vagy információt, azt eljuttathatja hozzám, és akkor én azt megpróbálom belesűríteni abban a rengeteg dologban, ami már így is van arra az adásra. Úgyhogy jövő hét kedd 20:30-kor az itt az Infobubble 2-es csatornán. Jövő héten valamikorra meg fogom csinálni azt a beszélgetést, amit nem folytattunk tegnap a drótossal. Ez nagyjából egy óra, ha jól emlékszem, és össze fogom vagdosni, úgyhogy ez kész, ezt jövő héten valamikor meg fogom osztani. Ez, azt nem ígérem pontosan, hogy mikor, mert azt nem tudom, hogy lesz erre idő, de igyekszem megcsinálni a jövő héten, és akkor valamikor ezt megosztom újra. Az egész idő alatt szinte a lapos föld volt a téma, és minden, ami a gömbbel, vagy esetleg a föld alakjával kapcsolatos. Úgyhogy ez lesz a jövő héten, ezt meg fogom osztani. Megpróbálok minél kevesebbet kivágdosni belőle, de nem akarom úgy megosztani, ahogy volt, mert szerintem túl sok szünet van benne, úgyhogy valamennyit dolgozni kell rajta. Szóval az óriások második része, meg ez is jövő hétre meg lesz, és akkor minden, ami az új világrenddel kapcsolatos, vagy úgy általánosságában a világgal, azt most megtárgyalhatjuk. Ami az írásokkal kapcsolatos, azt viszont meg tudjuk beszélni vasárnap este, amikor ugyanez a kérdésfelelek lesz a Yahoo útján, mert ott rengeteg kérdés van, úgyhogy most már egy egész estét rá lehet szánni, úgyhogy minden, ami azzal kapcsolatos, azt vasárnap este 7-kor a Yahoo útja csatornán megbeszéljük, ami az írásokkal kapcsolatos kérdés. Oké, nézzünk egyet a ezek közül, ez az első. Azt mondja Tibor, hogy sok mindenben igazam van, amivel nem értek egyet a videóban, az a dinók léte vagy nem léte. Német bányán van egy dinoszaurusz lelőhely. A saját szememmel láttam a régészeket, önkéntesek, hozzáteszem, nem pénzért csinálják. A lényeg, hogy ők is csak fizetett statiszták lennének, és csontokról, leletekről is hazudnak. Ez azt jelenti, hogy az egész egy nagy színjáték, és mi van, ha mi teremtjük a saját valóságunkat elmélettel. Oké, úgy értelmezem én, hogy két kérdés merül fel itt. Az egyik, ez a dinoszaurusz dolog, a másik pedig az, hogy mi teremtjük a saját valóságunkat. Oké, nézzük először a dinoszauruszt, és akkor lehet, hogy... Oké. Néhány képet akartam mutatni, hogy ne legyen olyan unalmas csak engem hallgatni, de a dinoszaurusz... Oké. Hogy mondjak annyit a dinoszauruszokról, hogy abban a világban, ahol én élek, a Föld nagyjából 6000 éves, ahogyan azt az írások, vagy az úgynevezett Biblia leírja. Mindennek ebben a 6000 évben kellett megtörténnie. Úgyhogy eleve az, hogy itt ilyen 65 millió évek, meg több 10 millió, 100 millió év, meg ezek a dolgok, az elképzelhetetlen, sőt, szerintem logikátlan is, hogy ha csak képzelje valaki azt, hogy mi az, amit tudunk biztosra abból a történelemből, ami a közelmúltunkat jellemezte, vagy amit állítanak, hogy az a mi történelmünk úgy, mint mondjuk a második világháború. Még arról úgy nagyjából vannak emberek esetleg, akik élnek abból a korszakból, de már azért az elég húzós. Igazából nagyon kevés bizonyítékunk. Persze nem azt mondom, hogy nem történt meg, de biztos, hogy nem úgy, ahogy mondják.
Gondoljon bele mindenki, az első világháborúban szinte semmi bizonyítékunk nincs, hogy az események úgy zajlottak, ahogy azt nekünk mondják. És akkor mi a helyzet ezek 1848-as forradalom és szabadságharc? Ez gyakorlatilag egy mítosz, egy legenda. Semmiféle olyan bizonyítékunk nincs, ami kétséget kizárná, hogy az egész dolog egyáltalán létezett. Ehhez kalkulálja mindenki hozzá, hogy állandóan, folyamatosan hazudnak mindenben gyakorlatilag. De úgy értem, hogy kivétel nélkül mindenben hazudnak. Azok, akik a világot uralják és irányítják, meg az egész életünket szabályozzák. Ha ez így van, akkor menjünk vissza mondjuk az amerikai szabadságharc, vagy az angolok elleni harc 1700-as évek közepén, ha jól gondolom, 1776. Abszolút semmi. Úgy értem, hogy persze megvannak azok a fegyverek, amikre mondják, hogy az onnan van. Oké, tegyük fel az. Akkor a tatárjárás 1200-as évek, 1214, ha jól emlékszem. Nulla, zéro. Gyakorlatilag abszolút, ez csak annyi, hogy mindenki elfogadja, hogy ez így volt, és kész. És akkor honfoglalás, 1000 körül, azok a képek, amik állítólag Attila, meg mit tudom én, kicsoda, akkor az mögött igazából nem is tudjuk, hogy mi honnan jöttünk. Hogyha valaki azt mondja, hogy mi szkíták vagyunk, vagy hogy lehet az, hogy valaki azt mondja, hogy szkíták vagyunk, valaki azt, hogy pártosok, a harmadik meg az, hogy Nimrod leszármazottai. Ezek három különböző történet. És semmi. És ez még csak 2000 év vissza. Látjuk, hogy a piramisokban vannak ezek a rajzok, és akkor következtetünk arra, hogy oké, akkor ez időszámításunk előtt 2500-3000-ben volt, az 5000 éve volt, legalábbis azt hiszük, hogy 5000, mert azt mondják, hogy 2019 van, de honnan tudjuk, hogy 2019 van? Sehonnan. Szóval azt akarom mondani, hogy tudom, hogy ez bizarrul hangzik, de az, aki itt van, az valamennyire értenie kell, hogy mi az a nézőpont, amiből én megközelítem a dolgokat. Tehát akkor, ha azt sem tudjuk, hogy 2000-3500 évvel ezelőtt mi volt, honnan tudnánk, hogy 65 millió évvel ezelőtt mi történt? Hogy talán egy óriási meteorit becsapódott és kiirtotta ezt az egész állatfalkát, amiből gyakorlatilag csontok maradtak meg 65 millió évvel később. Az a baj, hogy túl nagy a szám ahhoz szerintem, mármint a 65 millió év, hogy az emberek felfogják, hogy gyakorlatilag mekkora lehetetlen dolog az, amiről szó van. Hogy egy csont 65 millió évvel később ilyen körülmények közt megmaradjon, ez elképzelhetetlen. Úgy értem, hogy nem vagyok benne biztos, hogy tudatosul az emberekben, hogy 65 millió év az mennyire sok lenne, hogyha a Sphinx 5000 évvel később már ma szétomlóban van. Meg a piramis, ami gránit tömbökből van, akkor egy csont 65 millió évvel később, és abból mi összerakjuk azt, hogy ez a dinoszaurusz, ez növényevő volt, a másik meg ragadozó volt, és csak a mozgást érzékelte, a harmadik meg falkában vadászott, és olyan volt, mint egy csirke. Ez gyakorlatilag mese. Úgy értem, hogy ez minden, aki komolyan veszi magát úgy, mint hogy tudománnyal foglalkozik, annak el kell ismernie, hogy ez a mese kategória. Ha valaki azt merészeli mondani az írásokra, amit Bibliának nevezik az emberek, hogy ez egy mese, hát akkor a dinoszaurusz az gyakorlatilag az a kategória, hogy mese. Az, hogy azok az emberek az ásatásokon mit visznek véghez, az egy másik kérdés, és szerintem annak köze van ahhoz, hogy pillanat, csak akarok keresni néhány képet ehhez az ásatás dologhoz. Természetesen nem azt állítom, hogy ezek az emberek hazudna, vagy hogy ezek benne lennének. Hát, dehogy is.
ezeknek fogalmuk sincs semmiről. Még arról sem, amit csinálnak. Műszerek azok, amik meghatározzák a korát azoknak a dolgoknak, amiket ők találnak. Nem ők azok, amik meghatározzák. Onnan is tudná egy ember, hogy hány éves ez a valami, ránéz, és akkor amit megtanult az iskolában, hogy az milyen korszakból származik, ő aznak beazonosítja azt. Én szerintem ez nagyon egyszerű, vagy nem érthető az, amit mondok, hogy egyszerűen csak megmondják neki, hogy az melyik korszakból van, mert megtanulja az iskolában, a művészettörténet iskolában, és utána úgy azt visszaadja azt az információt, és azt mondja, hogy ez ebből a korszakból származik, mert én ezt megtanultam az iskolában, hogy az, ami így néz ki, az ebből a korszakból származik. De az nem azt jelenti, hogy ő tudja, hogy abból a korszakból származik, csak azt tanulta meg. A másik, meg ez az izotópos vizsgálat, ki tudja, hogy hogy működik. Én sose láttam ilyen gépezetet, nem értek hozzá, ugyanúgy, ahogy senki, aki ezt az adást most itt nézi. Ha valaki azt mondja, hogy ő használt ilyet, akkor se ért hozzá. Csak tudja, hogy kell használni. A működési elvét nem tudja. De ha tudja is a működési elvét, azt tudja, amit elmondanak róla. Ugyanúgy, ahogy mindenki meg van győződve róla, hogy a kőolaj az fosszilis energia és kifogyóban van, vagy a széndioxid az üvegházhatás generálja, vagy a dinoszauruszokat egy meteor ölte meg? Ez nem azt jelenti, hogy ez úgy van, ez csak azt jelenti, hogy nekünk ezt mondják. Azok az emberek, akik végzik az ásatásokat, azok megtanultak egy módszert, azt követik és kész. Ők abban a hitben vannak, hogy ők egy nagyszerű munkát végeznek, és ez úgy van, ahogy van. Hogy ez az egész mi tulajdonképpen, azt nem tudom, de érdekes az mondjuk, hogy miért is borítja például föld réteg ezeket a városokat. Ez egy rejtés számomra, hogy ez hogy alakult így, hogy városok vannak a föld alatt. De egyébként mindegy is. Érthető szerintem, amit mondok. Még annyit, hogy még néhány képet megmutatok. Ha a kő így szét van omolva, ezek ugye itt kövek, amik szét vannak teljesen, az ásatások, kiásták őket, ezek így teljesen le vannak erodálódva. De akkor mi lehet egy csonttal 65 millió év után? Hogyha így néznek ki a kövek, ez a kő szét fog esni. Vigyázni kell rá, ecsettel kell kifeleszedni onnan egy cserépedényt. Hát akkor egy csontot 65 millió év múlva milyen állapotban lenne az? Nekem meggyőződésem egyébként, hogy léteztek ilyen lények, amiket az emberek dinoszaurusznak hívnak, és ehhez meg kell néznie mindenkinek az óriások következő részét, hogy mégis pontosan mi történt abban az időben, mikor azok az élőlények a Földön éltek nagyjából 5000 évvel ezelőtt, az úgynevezett özönvíz előtt. És akkor talán jobban rá fog látni mindenki arra, hogy mi az, ami pontosan történt. Mert én biztos vagyok benne, hogy voltak az úgynevezett dinoszauruszhoz hasonló lények, de nem 65 millió évvel ezelőtt, és semmiképpen sem egyfajta evolúciónak az eredményei voltak. Ez 1000%. Sokkal inkább egy olyan folyamatnak, amit ma mondjuk genetikai manipulációnak hívnánk. Azt gondolja mindenki, hogy mi vagyunk a teremtésnek a koronái, meg a csúcsán vagyunk az úgynevezett evolúciónak. Mi van, hogyha ez nem így van? Mi van, hogyha az, amit mi tudunk, az mindig is világos volt a történelem során, vagy volt egy időszak, amikor világos volt az embereknek? Most itt van egy kép, ezen látszik, hogy a cserépedényt hogy rakják össze. Hát akkor egy csontot 65 millió év után. az hihetetlen, hogy most sem azért nevetek, hogy az emberek, de 10 perc alatt, hogyha elgondolkodik az ember, akkor rá tud jönni arra, hogy valami nem stimmel azzal a dologgal, amit nekünk magyaráznak. És hogy világossá tegyem, ezek az emberek, akik ezt csinálják, végzik a munkájukat, ezt kész. Kiássák, beazonosítják az alapján, amit tanultak, aztán hátadőlnek, hogy találtunk a római korból egy köcsögöt, meg a görög időszakból két vázát,
és nagyon jó. Meg egy dinoszaurusz csontot közte. 65 millió évvel ezelőttről. És ez egy Tyrannosaurus Rex volt, ami csak a mozgást érzékelte, húsevő volt, és ez volt a legfélelmetesebb állat, és úgy ordított, mint ahogy az ajtót kinyitom este. De szerintem ezzel ez a téma lehet, hogy túl is van tárgyalva. A másik, amiről beszél, az, de mielőtt még ebbe belemegyek, hogy mi a másikkal kapcsolatban, nagyszerű lenne, ha mindenki lájkolná a videót, akinek tetszik, és megosztaná, ahol tudja, hogy az emberek ide tudjanak találni, az szuper lenne. A másik kérdés, amiről beszél, az, hogy mi van, ha mi teremtjük a saját valóságunkat. Ugye van egy elmélet, ezt egyébként New Age-nek hívják, ez nem is egy elmélet, ez egy spirituális életfelfogás, vagy filozófia. Ezt nem is kellett kitalálni, sőt, ez nem is új egyáltalán, ez egyidős az emberiséggel, az, hogy ami lent van, ugyanaz, ami fent van, a fizikális, a spirituális, a mikrokozmosz, makrokozmosz, az ember és a spirituális lények. Ez egy is ugyanaz, illetve az ember a gondolataival teremti a valóságot. És lehet, hogy meglepő, de azt kell, hogy mondjam, hogy ebben van valami. Ugye mostanában én erre is rákészültem egyszer, hogy csinálok erről is egy videót, de rengeteg spirituális ilyen megújulás fesztivál van. Lehet, hogy hallott azok néhányról, mint a Burning Man, vagy Coachella, Tomorrowland, ezek a dolgok. Az érdekes az szerintem, hogy annak ellenére, hogy a világ ennyire aberráltá változott, illetve hát változik át, az emberiség úgy tűnik mégis, hogy valóban spirituálisan felébredt. Én biztos vagyok benne, hogy ez nagy rész az internetnek köszönhető és az információ szabad áramlásának. A probléma csak az, és ezzel kell szembenézni a legtöbb embernek, hogy túl sok az információ, és a legtöbben elfognak, és már is szerintem elvesztek ebben az információban. Túl sok az újdonság, és mindenki kiválasztja azt, ami neki tetszik. Végül is ez az, amiről szól ez a kérdés, hogy mi teremtjük a valóságunkat. Mindenki egyszerűen csak kiválasztja azt a életfelfogást, vagy életfilozófiát, ami neki szimpatikus, és azt gondolja, hogy az a jó, csak azért, mert ő azt érzi, hogy az a jó. De mi van, ahogy szerintem van, vagyis hát ahogy van, inkább úgy fogalmaznék, hogy van egy igazság, a többi pedig mind a hazugságnak különböző változatai. A programozás, ami minket él, az ehhez nagyban hozzájárul, az biztos. Nem véletlen szerintem, hogy én New Age-t írtam be, és kiadta ezek azt hiszem DC Universe karakterek, Batman, Superman, hát meg ezek a többiek, ezt mindenki ismeri. Azért, mert ez egyfajta programozás, aminek a legtöbben áldozatul esnek, ez a probléma. És a kérdés szerintem erre irányul, hogy mi vagyunk azok, akik kreálják a valóságot. Nem tudom, hogy pontosan mire vonatkozik a kérdés. Persze valamilyen szinten mi generáljuk a valóságot, úgyhogy ezzel mindenkinek számolnia kell, hogy van befolyásunk arra, hogy hogyan alakul az életünk, és amit gondolunk, az valamilyen szinten a fizikálisban meg fog jelenni, úgyhogy nem véletlen az, hogy az írások felszólítanak minket arra, hogy ne féljünk a világtól. Erről már volt szó a keddi élő adás során is, hogy azok a dolgok, amik az ember fejében lejátszódnak, mint például a félelem vagy a szeretet, ezek nem csak érzelmek úgy értve, hogy megfoghatatlan dolgok, hanem ezeknek van egy fizikális megjelenése, ezek biológiai reakciók is, és hatással van ránk és az egészségünkre, mind a fizikális, és mind pedig a mentális és a spirituális egészségünkre. Szóval óvatosnak kellene lennie mindenkinek az ügyben, hogy milyen gondolatokat fontol meg egyáltalán. Mert
bármennyire is hihetetlen, de ez, hogy mi vagyunk azok, akik teremtjük a valóságunkat, ez egy nagyon ostoba hozzáállás. Úgy értem, hogy az ember csak pozitívan gondolkodik, és a jövője jó lesz. Ez egyszerűen gyerekes ez az egész felfogás, legalábbis számomra. Most bocsánat, ha valaki ebben él, de ez egyszerűen csak nem így van. Lehet, hogy néha bejön véletlenül, de összességében véve nem így van, hiszen akkor az a több 10 vagy 100 millió ember, aki fillérekből él naponta, és nyomorog, és nincs mit enni, meg inni, akkor nem úgy élne. Hát ők gondolom mindig arról álmodoznak, hogy majd egyszer jó életük lesz. Azt nem lehet mondani, hogy ők nem hisznek benne eléggé, én meg hiszek benne eléggé, azt nekem azért ilyen az életem neki, mert azért olyan. Ez nem így van, ez nem így működik, ez egy hazugság, úgy, ahogy minden más, ami a világból jön. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb ember ennek a hazugságnak esik áldozata. A másik meg az, hogy mi definiáltuk magunknak, hogy mi a szeretet. És annak ez az eredménye, amit itt ezen a képen látunk. A felnőtt emberek azt tudják, hogy mit mutogatnak, vagy mit csinálnak, és gyakorlatilag úgy élnek, mint valami nem is tudom milyen csapat. De a lényeg az, hogy ez a véleményem erről, amit ő kérdezett itt. Most még gyorsan bele nézek itt, hogy van-e esetleg valami kérdés itt a hozzászólások között, és aztán megyek tovább, hogyha nincs. Oké. A védőoltásokat megbeszéljük majd kedden. Azt mondja, hogy szerinted hogyan tudják megoldani, hogy a hazudozó tudósok közül senki sem talál ki arról, hogy csak egy színjáték része rengetegen vannak. Ez rendkívül egyszerű, amiről beszélsz. Ez tudom, ez felmerül rengetegszer, hogy akkor miért nem mondja el valaki, hogy mi az igazság. Hol mondja? Most mondom. Mindenki azt mondja, hogy én egy őrült vagyok. Akkor mit csinálja, vagy mi legyen akkor? Én egy őrült vagyok. A harmadik, aki erről beszél, egy őrült. A negyedik egy őrült. Mindenki, aki erről beszél, az egy őrült. Szóval akkor mindenki őrült, aki nem azt mondja, ami amúgy is mindenkinek az agyában benne van, ami elfogadott, ami köztudott, amit a tudomány állít, vagy amit megtanultunk az iskolában. Szóval akkor teljesen mindegy, hogy elmondja. Hát rengetegen, én rengeteg információt olvastam, újságokban, kiadványokban, már annyit bemutattam, hogy az 1000 videó során rengetegszer bemutattam, akár a sajtó segítségével, videók, interjúk, előadások, konferenciák, különböző meghallgatások, kongresszus, akár már csak én mennyi videóban bemutattam, hogy hazudnak mindenben, amiben csak tudnak. És mégse a legtöbb ember mégse érti. Szóval akkor mégis mit érthető, amit mondok? Hogy nem tudnak kitalálni. Az az egészben szerintem a legbizarrabb, hogy mindjárt elmagyarázom, hogy mi az, ami a képen van, de az az egészben a legbizarrabb, hogy ha el is mondanák az embereket, akkor sem érdekli, és még ha érdekelni, a legtöbb ember akkor sem lenne képes feldolgozni, vagy felfogni, vagy megérteni, hogy miről van szó. Azért, mert a program annyira erős, úgy értem, hogy óvodától kezdve, egészen érettségig legalább, de most már a legtöbb ember önként belemegy a további extra programozásba, amit felsőoktatásnak hívnak, hogy egyszerűen szinte lehetetlen az embereket kizökkenteni abból. Ez, ami itt van a képernyőn, mutatja azt, ami a válasz a kérdésedre,
Associated Press van legfelül, ez az AP, utána Reuters és Bloomberg, és utána mennek tovább ezek a különböző hírügynökségek. Ezek gyakorlatilag egy cég, az összes. Úgy tűnik, hogy rengeteg különböző média csoport van, meg választási lehetőség, de megmutatok még egyet. Itt van, ez nem is tudom, mi lesz. Jaj, ez... Oké. Okay. Csak egyszerűen megmutatom a médiát, mert ezt a bias nem akarom, mert ugye ez arról van szó, hogy melyik oldalra melyik oldalra hajlik inkább, szóval úgy, hogy bal oldal, jobb oldal, akármi, de inkább megnézzük a cégeket, bár ezt is már megmutattam rengetegszer, de talán ez a legbeszédesebb az összes közül, úgyhogy megpróbálom ezt összehozni és megmutatni. Ezek azok a cégek, amelyek az egész világon, illetve bocsánat, ez például, oké, 10 fő cég az, amelyik gyártja a termékek nagy részét, amik megtalálhatók a boltokban. Ez Amerikai Egyesült Államok mellesleg, de megmutatom. Csak érdekességképp, hogy mindenkinek legyen fogalma arról, hogy mekkora a baj, amiben vagyunk. Ez az a 10 cég, erről már volt szó, de megmutatom még egyszer. Szóval hova menjen az az ember, aki el szeretné mondani az igazságot bárkinek is? Egyrészt úgyse fog hinni neki senki, mint ahogy nekem se hisz senki. Egy őrült vagyok, akinek vissza kell menni az iskolába. Mennyire durva, hogy az emberek azt mondják, hogy menjek vissza oda, ahol az agymosás történik. Valóban úgy van, mint ahogy a Forrest Gumban mondta, hogy a rák visszahúzza a másik rákot a vödörbe, mikor az már kimászna. Hát nem szó szerint arról van, hát akkor nem úgy van, ahogy mondtam, hogy elmondják, mert tudják, hogy már mindegy, mert az emberek úgyse hallgatják meg, de ha meg is hallgatják, úgyse érdekli őket, vagy ha érdekli, úgyse tudják megérteni. Az a kicsi rész, vagy réteg, aki meg esetleg megérti, az meg őrült. Vagy ha nem őrült, akkor fanatikus, vagy extrém, vagy szélsőséges. De így vagy úgy, nem hisz neki senki. Szóval hova menne szerencsétlen? Hol mondaná? Kinek? Ez a 10 cég, ez Amerikai Egyesült Államok, Kraft, mindenki ismeri ezeket, Kraft, Coca-Cola, PepsiCo, Kellogg's, ezt nem ismerem a kéket, de majd mindjárt Mars, Unilever, Johnson & Johnson, P&G's, Procter & Gamble, Nestlé, és gyakorlatilag ennyi. Ezek gyártják ezeket a termékeket, ami gyakorlatilag itt, ami a képernyőn van, 100% a szemét. Étkezési hulladék. Műanyag. Műanyag meg ilyen undormány dolgok, amikre nincs szüksége az embernek. Ez nem zavarja az embereket, és nem állítja meg abban, hogy ezeket két pofára zabálják, de a tény attól még nem változik, hogy ez a néhány cég a tulajdonosa ennek a többi cégnek. Ezek nem termékek, amik itt vannak, ezek további cégek, úgy, mint a Cadbury, a Schweppes, meg ezek. És mekkora termék együttest foglal ez az egész magába? Ez nem csak élelmiszeripar, Johnson & Johnson, az szépségipar, ugyanúgy a Procter & Gamble, úgynevezett egészségügy, meg tisztaság, meg ezek a dolgok. Úgyhogy ez ugyanígy van a médiában is. Most próbálok keresni egy... Ez az talán. Nem. De mindegy, már megmutattam, nem is tudom, fél tucatszor biztos azt az ábrát, ahol a 6 média cég uralja az egész piacot, de szerintem így egyszerűbb lesz, ha csak így beírom. Jaj, ez az európai. Ha valakit érdekel, ha jól gondolom, mindjárt megmutatom. Azt mondja, hogy ezek a... Ja igen, ez ugyanaz az oldal, de mindjárt megnézzük, hogy mi az, amit mondanak. Aha, itt a média. Hát ezt biztos mindenki ismeri, ezt már látni kell. Disney, CBS, NBC,
És akkor ezek, amik tájékoztatják az amerikaiakat, ugye ez rájuk fókuszál, Disney, Time Warner, AMC, Hearst, NBC, Liberty Media és CBS. Innen jön a hírek, innen jön az információ az emberekhez. Szóval nekik nem kell minden egyes emberre egy kamerát ráállítani, hogy mit néz otthon, meg magyarázni mindenkihez, elmenni háztól házig. Csak nézi mindenki a programot, Elzát, meg az összes többit. Nézik Elzát, ahogy azok a leszbikus karakterek ugrálnak, és a kislányok olyan akarnak lenni, mint azok? Vagy nézik azt, ahogy a Szépség és a szörnyetekben egy állatba szerelmes egy ember? mennyire aberrált világ az, amiben élünk, hogy ilyen dolgokat már észre sem veszünk? Hogy mi az, ami történik a szemünk láttára? Az a lényeg, hogy egy állatba szerelmes lesz egy nő, és a végén aztán az állat átalakul emberré, vagy valami ilyesmi. És ennek szurkol mindenki. Ezek mind ezektől a cégektől jönnek. Ez a program. Különböző formákban létezik a program. Akármelyik filmet most itt megemlíteni valaki, ki lehetne elemezni az összest, és ugyanarra megállapításra jutnánk. Ez a hírek, vagy a médiaipar, ez szerintem európai lesz, mert az amerikai az más, de ez az a 6 cég, aminek a tulajdonában áll, ez az összes többi. Megpróbálom megmutatni, hogyha valakit érdekel, egy pillanat, csak meg akarom nézni, hogy mi újság közben a... Aha, oké. Majd nézegetem még a többi kérdést is, csak most ennél leragadtam, csak ezt meg szeretném mutatni, ha esetleg van itt újak, vagy akit érdekel ez a téma. Amire azt mondjátok, hogy ó, ez, amit mondok, ez őrültség, meg ez álhírek, meg ez összeesküvés elmélet, ez a cég az, ami meghatározza azt, hogy mi a valóság. Ők azok, akik eldöntik, hogy mi az igaz, és mi nem. Az nem azt jelenti, hogy az az igazság, amire ők azt mondják. Ez csak azt jelenti, hogy hogy ez az, amit akarnak, hogy mindenki higgyen. Az én rokonaimnak nem lehet megmagyarázni azt, hogy a világ nem úgy működik, ahogy ők gondolják. Azért, mert bármelyiket ezek közül, a szemetek közül kinyitják, akkor ott ugyanaz az ökörség fog ömleni. A háborúról, a történelemről, bármiről, a jelenkorról, a politikáról, hogy hol tart a tudomány, a pletyka, amit imádnak az emberek, ez egyszerűen egy elképesztő rendszer, de tényleg, ez egy fenomenális rendszer bizonyos szempontból. Tényleg elképesztő, de nem is tudom, ezt elmentem magamnak ezt az oldalt, de egyébként ez lifecoachcode.com, ahol ezek megtalálhatók, de itt van a divat. Ez, ha jól látom, akkor 14 cég. Azért sorolja fel ezeket, mert ez mind-mind az embereknek meghatározzák azt az irányt, amerre menniük kell. Megmutattam azt abban az élőadásban, amikor arról volt szó, hogy az oktatás miatt vagy ostoba. Megnéztük, hogy mit mond az a figura, aki ugye az oktatási rendszerben dolgozott Amerikában, hogy miről szól az oktatás tulajdonképpen. Az oktatás kiképez, mint az állati domár, mint amikor a kutyát betanítják, hogy ül, fekszik, csóválja a farkát, pacsit ad, meg kopog az ajtón, ha ki kell mennie, meg hát kb. Ennyi. Ezek a cégek erre valók. Meghatározzák azt, ha megnézzük, hogy mit eszünk, mi az, amit enni akarunk. Szemét, műanyag, ipari hulladék gyakorlatilag. Meghatározzák azt, hogy mi a szórakozás számunkra. Propaganda. Az, amit ők akarnak. Alakítják az emberek gondolkodását. Ezért néz ki úgy a társadalom, hogy kinéz. Meghatározzák azt, hogy mi a valóság a média által. Ez ugye a 6 cég, ez mondom, ez szerintem európai, de mindegy. Meghatározzák azt, hogy mit viselünk, hogy öltözködünk. Például ma már lehetetlen elcsípni az utcán szerintem olyan embert, aki nem nadrágot visel, férfi vagy nő. Gyakorlatilag mindenkin nadrág van.
Legalábbis ezt figyeltem. Ha nem, akkor miniruha, amiben effektíve mesztelen az ember. De az, ami mondjuk volt 30 éve, vagy esetleg 40, arról már nem is beszélek, hogy nagyanyám idejében volt, hogy még az emberek fel voltak öltözve, meg elképzelhetetlen volt egy nőnek, hogy mesztelenül kimenjen az utcára, mint ma, vagy alsó neműbe, az eltűnt. Miért van ez? Ez csak egyszerűen véletlen? Megváltozott a világ, vagy szabadabbak lettünk, vagy mi? Ez azért van, mert így alakították ki számunkra. Azt akarták, hogy ezt így éljünk, hogy ilyenekké váljunk, ezért így intézték a világot, így programoztak be minket, hogy ezt csináljuk, ezt szeressük. De nézzük tovább akkor, most még akarom nézni, de most már talán elértem már a végére itt ezeknek a kommenteknek. Oké, elértem a végére. Hopp, szóval itt van a divat, ezért akar mindenki sovány lenni, meg úgy kinézni, mint egy férfi nő, ezért akar mindenki mesztelen lenni. Azért, mert meghatározzák nekünk, hogy mi a divat, mi az, amit viselnünk kell, milyen szín, stb. Itt a következő az internettel kapcsolatban. Ez gondolom nem újság senkinek, ez Microsoft, Yahoo, Google, meg AOL, de a Google ugye Alphabet, tehát az is egy cég, amelyik azt birtokolja. Az a lényeg, hogy gyakorlatilag ugyanaz a szituáció, mint bárhol máshol. Úgy tűnik, hogy mennyi választási lehetőség van, meg ide kattintok, oda kattintok, ide szörfözök, oda szörfözök. Ez egyáltalán nem így van. Ők azok, akik meghatározzák, hogy mi az, ami trendi. Vagy nem is tudom, hogy mondják ezt, de trending, mi az, ami megy most. Hogyha akarnak valamilyen hírt elterjeszteni, akkor elterjesztik, és akkor lesz egy ilyen arab tavasz. És akkor az emberek azt hiszik, hogy felkelés van, hol van, Tunéziában, vagy nem is tudom, Szíriában, meg akárhol, meg az összes arab országban azért, mert hogy terjed a hír az interneten. Nem, a hír nem terjed, a hírt ők gyártják. Ők ezt gyártják. Úgy mozgatják a világot, ahogy akarják. Mint egy sakktáblán a bábukat. Nem véletlenül találták ki a sakkot. Fekete-fehér. Ez 88. De ez mindenhol ott vannak a jelek. Ezért mondtam azt a múltkor, hogy a jelek ott vannak mindenhol. Itt van a legfőbb bankok. 1995-től 95-ben a baloldalt látható baloldalt ennyi bank, ennyi pénzügyi cég volt az Amerikai Egyesült Államok, ha jól látom. És 2009-re lett belőle Citigroup, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo. Ez a négy. Végig folyamatosan arra törekedtek az évek során, 90-től 2009-ig. Akkor gondolkozzon el mindenki, hogy miért volt a gazdasági világválság. Azért, mert a kisebb bankok, a kisebb cégek, akár internet, akár média, akár pénzügy, teljesen mindegy. A kisebb cég a válságban pánikba esik, nincs bevétele, tönkre megy, a nagyobb meg megveszi, és így konszolidálja a hatalmat folyamatosan egyre kisebb és kisebb csoportnak a körében. Másképp is, a City, JP Morgan, meg a Bank of America, Wells Fargo, ez ugyanúgy, ezek az emberek összedolgoznak, a kezdetektől összedolgoztak. Világos, amit mondok, hogy ez az egész egy óriási manipuláció, ami történik a világban, és végül is ez az, amit én próbálok, hogy ezt valamennyire az embereknek tudatosítani az emberekben azt, hogy a világ egyáltalán nem az, aminek a legtöbb ember azt gondolja. Nézzük, van-e még kérdés, azt akarom megnézni. Ugye a nadrág férfi ruha, hát azt hiszem, hogy ez egyértelmű, hogy az. Oké. Nézzük még egy kérdés, hát találunk valamit. És ez pedig az lesz, hogy ugye ezt kitárgyaltuk, ezt az elsőt. Igazából nem is sok maradt én, ha jól láttam, de hát már időnk sincs sok.
Az a lényeg, hogy oké, még Mr. RP-t megnézzük. Azt mondja, hogy magam is újjászületett Jézus hívő vagyok. Én nem vagyok Jézus hívő, oké? Én tudom, hogy ez úgy tűnik, de én nem hiszek Jézusban. Jézus egy pogány karakter, aki a kereszténység istene. Én... Ez nekem semmi közöm ehhez. Oké? Ami az írásokban megtalálható, az a megváltó, hogy a Husák Hamásiák neki semmi köze nem volt a keresztény Jézus Krisztus az, aki eltörölt a törvényeket, törvénytelenséget hirdetett, meg bűnt, és ő maga volt Isten. Én ebben nem hiszek. Úgyhogy igazából szerintem ezután nehéz is lesz közös nevezőt találni Mr. RPL-lel, csak ezt így leszögezem most, hogy én tudom, hogy van egy megváltó, akire szükség volt és létezik, de annak semmi köze a keresztény Jézus Krisztushoz. Az a karakter, az egy pogány történet, az egy másik ügy. A kereszténység egy vallás. A vallás része ennek a nagy megtévesztésnek, ami történik a világban. Úgy értem a propagandán. Az egy hazugság, amit a keresztények hisznek. De ha tovább megyünk, azt mondja, hogy a Biblia nem tudományos vagy természeti csillagászati szakkönyv. Hát akkor mi? Hogyha ő egy újjászületett Jézus hívő, hát akkor a Biblia kellene, hogy legyen a legfelsőbb hatalom egy kereszténynek, különösen, ezt elmondtam a múltkor is, vagy a videóban, sola scriptura azt jelenti, hogy csak is kizárólag az írások az, ami a teremtő szava is, abból megismerhető. Hát akkor mi, hogyha nem egy tudományos természeti és csillagászati szakkönyv? Főleg úgy, hogy meghatározta, hát csak nézze meg mindenki az első fejezetet, most nem akarok a Bibliánál leragadni, de nem az, hogy az egy nem tudományos, vagy természeti, vagy csillagászati szakkönyv, hát az első oldalon meghatározza a tudományos, természetes és csillagászati rendjét a világnak. Úgyhogy nem tudom, hogy ő mit olvasott eddig, vagy mi az, amiben ő hisz akkor egyáltalán, vagy mit jelent az, hogy újjászületett. De ezért mondom, hogy egy újjászületett Jézus hívő az lehet, hogy másképp áll ehhez a könyvhöz, mint mondjuk én. Sőt, hát úgy tűnik, hogy mindenki. Én azt mondom, hogy ami oda le van írva, az úgy van. Azért, mert az úgy van. Az, hogy... Szerint, hogy tudományos, hát persze, hogy nem tudományos, hát a tudományt az emberek találták ki. A tudomány néhány száz évvel ezelőtt alkímia volt, meg mágia, ma meg az iskolában tanítjuk a gyerekeknek. Úgyhogy persze, hogy nem tudományos olyan értelemben, ahogy ezt ő elképzel. Oké, írja azt is, hogy a föld kereksége, ahol a Héber Q gömböt is jelent, meg hogy a semmibe lett felfüggesztve. Jó? Nem akarok tényleg a Bibliával foglalkozni, de ezt mindenképp meg akartam mutatni azok kedvéért, akiket még érdekel az igazság, oké? Szóval csak néhány percet hagyd kérjek, nem fogok a Bibliával foglalkozni túl sokat, de ezt meg akarom mutatni mindenkinek azért, mert ez egy hazugság, amit ő csinál itt, vagy amiről ő beszél. Szóval csak azt akarom, hogy ne legyen ilyen tudatlan senki a jövőben. Hát, ha eljutunk arra a pillanat, amikor már soha többet nem kell azzal foglalkoznom, hogy a húg az mit jelent. Mert már elmondtam nagyon sokszor, de elmondom még egyszer. Szóval, amiről beszél az Ézsaiás 40-22 természetesen kiül a föld kereksége fölött, melynek lakói, mint a sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, kifeszíti, mint a sátort lakásra. Tegye fel a kezét, akinek úgy tűnik, hogy ez egy gömb. És ha igen, akkor nem tudok segíteni annak az embernek. De a többieknek elmondom, hogy a kifejezés, amire ő azt mondja, hogy kereksége, ez a Héber Hug kifejezés. Ide van leírva, fölülre a Brand Driver Briggs Héber szótár szerint, hogy a Hug azt jelenti, hogy kör, vagy kerület, bolt, vagy bolt, ív, látómező, horizont. Semmiféle köze nincs a gömbhöz, de egyáltalán semmi, majd mindjárt megmutatom, hogy mi a gömb. Azt mondja a Gesenius Héber Biblia szótár, hogy kör, kerület, vagy pedig horizont. Szóval sehol nincs gömb. Tegyük fel az etimológiában, megnézzük a szót, amiből származik. Azt mondja, hogy hug, H23-28, körzővel megrajzol valamit, körzővel kimér, kört von, körvonalat húz. Etimológia szerint ez egy ige, ez egy alapszó. A Gesenius azt mondja, hogy kört von, körvonalat húz. Hát akkor ezek szerint ez egy gömb,
ami ide le van írva, hát nem azt mondja, hogy ez egy kör, amit körzővel rajzol meg, akkor miért nem lehet összefüggést meglátni a szabadkönyves körző meg szögmérő, meg ez között? Elmondják nekünk, hogy mi az igazság, mert tudják, hogy már mindegy. Mindig is ott volt a szemünk előtt, mindig is ott van. Egy kört rajzolt a semmi fölé, arra helyezte rá a földet, illetve hát kimérte a földet tulajdonképpen, mint ahogy egy kőműves kiméri. Az emberek olyanok, mint a sáskák, ez fölé kiterjeszti az eget, mint egy kárpitot, mint egy sátort. A sátor nem gömb alakú, a sátor az pontosan olyan, mint a föld. Van egy kör, a fölé ki van terjesztve a sátor, pontosan úgy, ahogy mindenkinek most egy sátor megjelenik a szem előtt, ami egy félgömb, és abban benne élünk. Ez az, amiről beszél. A héber szó gömb az nem húg. Most nem akarom megkeresni, de megkeresem akkor. Oké, és mindenkinek meg fogom mutatni. Ez Jesaja Ézsaiás 22:18. Hempelygetvén hempelyget, mint egy gombolyagot. Ez szenefá, gombolyag, szó szerint, ami fel van tekerve. Mindenki emlékszik rá, hogy húg volt a kör. A szenefá az gombolyag, ami fel van tekerve, mint amivel játszik a cica, így göngyölgeti, vagy mi, ez a szó, az egy gömb, felteker, fölcsavar szóból. De nem is ez a lényeg, mint egy labdát. Azt mondja, hogy labdát. Dur. Kör, vagy pedig labda. Oké? A két szónak semmi köze nincs egymáshoz. A Gesenius azt mondja, hogy labda, rakás, halom vagy mágia, hát 1752-ből felhalmoz, felpúpoz valamit. Ez a dur meg a húg, ez két különböző geometriai alak. Az egyik egy síkidom, a másik pedig egy, az a geometria, nem, ami így térben van. Szóval az egy kör, ez meg egy gömb, úgyhogy ez két külön fogalom. És megkülönbözteti ugyanaz a szerző a két különböző dolgot, ugyanabban a könyvben, mert ez Ézsaiás 22, az meg Ézsaiás 40 volt, tehát ugyanaz az ember tudja a különbséget a kör és a gömb között. Úgyhogy sajnálom, de ez nem így van, ez sem, amiről Mr. RPL beszél. Azt mondja, hogy Arisztotelész rájött, hogy mit tudom, nem tudom mire jött rá, de azt mondja, hogy Arisztotelész már rájött, hogy gömbölyű, nem a szamatkőművesek találták ezt ki. Arisztotelész, ha létezett ilyen karakter, hogy Arisztotelész, akkor Arisztotelész egy szabadkőműves volt, különben mi nem tanulnánk róla az iskolában. Ez csak egyszerűen olyan biztos, mint az, hogy a húg az egy kör, a dur meg egy gömb. Hogy van különbség a kettő között. Arisztotelész, Pitagórasz, Einstein, ez a Hawking, meg ezek a különböző ilyen kitalált karakterek, ezek mind egy célt szolgálnak, az pedig az, hogy félrevezessék az emberiséget. Hogy elhitessék vele, hogy ezek ilyen hősök, mesehősöknek mondanám. Mint Hitler, vagy Stalin, Árpád, vagy Géza fejedelem, Petőfi Sándor, Mátyás király, még létezhetett is, bár szerintem a nagyja ezeknek nem létezett. De tegyük fel, hogy létezett ilyen karakter, hogy Arisztotelész. Mi a bizonyíték rá, hogy létezett? Az, hogy megtanultuk az iskolában, az a bizonyíték rá, hogy létezett, hogy az iskolában tanultunk róla, vagy mi a bizonyíték rá? Találkozott valaki Arisztotelésszel, vagy olyannal, aki találkozott vele, vagy ismeri a rokonait, vagy látott fényképet róla, vagy bármit? Világos, amit mondok? Hogyha nekem bizonyítékot kell prezentálni arra, hogy a Biblia az igazság, akkor mutasson nekem bizonyítékot bárki arra, hogy Arisztotelész létezett? Nincs semmiféle bizonyíték, ezt csak egyszerűen el kell hinni. Tudom, hogy durván hangzik, én tisztában vagyok vele.
De azt is tudom, hogy annak, akinek értelme van, az meg fogja érteni, hogy nincsen semmi bizonyítéka arra, hogy ezek a karakterek léteztek. Arisztotelész, meg az ilyen mesehősök. Pitagorasz, ki volt? Kopernikusz, Kolumbusz, Galilei, meg ezek a dolgok. Hát a Kolumbusz létezett is. Hát mennyire sötét lehetett, hogyha azt hitte, hogy a hajó azért tűnik el, mert a gömbön lefele megy, mikor most tudjuk, hogy nem, mert a zoommal rámegy, a kamera azt visszahozza, azt tudjuk, hogy nem ott van. Az az idióta, meg azt hitte, hogy gömb a föld azért, mert eltűnt a láthatára. Azt mi róla tanulunk, hogy mekkora géniusz volt, azt elindult Indiába, az kiugott egy másik földrésze. Ez egy mese. Olyan, mint Mátyás király, hogy áruhába öltözve járta az országot, mert őt annyira érdekelte a nép sorsa. Hát persze, gondolom, hogy mennyire érdekelte, hogy mi történik az emberekkel. Biztos alig tudott aludni. Ezért neki áruhába járnia kellett a várost. Úgyhogy, oké. Én végül is bármit mondhatok, hisz úgyis őrült vagyok, de ennyit Arisztotelészről, meg a mesehősökről. Az a rögeszme, hogy a hajók nagy távolságból nem mutatják a kitakarást, pedig vagy hazugság, vagy naivitáson alapuló tévedés. Erről ma már bárki maga meg tud személyesen győződni egy jó távcsővel, vagy egy komoly optikai zoomos kamerával. Hát akkor én most meg fogom mutatni neked, hé. Itt van. Itt a sztori. Ez az az álomvilág, amiben a legtöbb ember él. Kolumbusz is ebben élt. Hát hogyha ő ebben élt, hát akkor nekünk is jó lesz. De itt van a hajó, ami Kolumbuszt elindította a nagy utazáson, ami eltűnt a horizonton, mert lement a gömbön. Lefele ment a gömbön. A Nílus meg felfele folyik. A gömbön felfolyik. Szóval hogy van az, hogy akkor eltűnik a hajó a láthatáron, azt akkor meg rázumolok, azt ott van. Hát akkor Kolumbusz hogy látta, hogy eltűnik? Neki jobb volt a távcsöve, mint ennek a kamerának a zoomja? Hát akkor ez kit igazol ez, ami most történik a képernyőn? Vajon? Hát akkor csak nem tűnik el a horizonton a hajó? Ha csak nek Kolumbusz ott ült valami fényképezőgéppel, aztán zoomolgatott ott ki be, ezt mutogatott mindenkinek, hogy figyelj csak ez, hogy nem vágtátok még le, hogy a gömbön lefele megy a hajó, nem érted? A másik meg jön felfele. Hát ha ott lefele megy a hajó, akkor az azt jelenti, ha olyan messze kell csak, ameddig ellát a szem, ami néhány kilométer a tengeren, ha ott már lefele megy a hajó, akkor 10 kilométerre később már függőlegesen megy lefele. 100 kilométerre később meg már oldalt úszik fel a másik. És én vagyok az, aki persze tudom, hogy a Föld óriási, meg a gravitációs varázserő, én ezt értem. De legalább abban a világrendben, amiben élnek az emberek, következetesnek kéne lenniük. Ha néhány kilométer múlva már lefele megy a hajó, akkor 50 kilométer múlva függőlegesen kéne, hogy menjen lefele, vagy 100. Ez nem lehet megkerülni ezt a dolgot. Csak valaki elhiszi, de ez is bizonyítja ez a jelenet itt. Ott a hajó, rázummalok, az visszajön. Úgyhogy ez egyszerűen kizárja azt, hogy a hajó eltűnjön a horizonton. Ezt az elméletet lerombolja ez a videó egymaga. Nem tudom, hogy ez mire gondolta ez az ember, hogy ez nem azt mutatja. Hát most mutattam meg, hogy azt mutatja. A jó zoomos kamerával. Hát akkor a víz nem ragasztva le. Tudom, van egy varázserő, a gravitáció, ami ott tartja a vizet. De a pillangót nem. És a varázserő az, ami miatt a Nílus felfele folyik. Meg a Mississippi. Meg Ausztráliába fejjel lefele élnek az emberek. Meg oldalt úszik a hajó. És a víz hozzáragad meg a hajó, de a pillangó nem. Hogy is lehet ilyet kitalálni? Gyakorlatilag a gravitáció úgy vonza a dolgokat tökéletesen pont jól, hogy úgy alakuljon ki minden, hogy nagyszerű legyen számunkra. Ilyen nincs. Ez egy álomvilág. Egy óriási ráadásul, ha már álomvilágokról van szó. De
gyakorlatilag az a helyzet, hogy ezt már meg se fogjuk nézni, ezt a kérdést, amit itt feltett ez a karakter, úgyhogy ez volt a zárszó a sakk elméletemben, kíváncsi vagy? Utána kell néznem. De én azt javaslom, hogy mindenki menjen utána a sakknak, mert a sakk egy érdekes dolog. Maga a fekete-fehér eleve, ugye az egyértelmű, hogy a sakk mint játék az egy része ennek a programnak. Az mindenképpen egy okkult játék. 88-as a 8-as. Ha valaki ismeri a jelentőségét a 8-asnak, a végtelen jel az élet örök körforgását jelképezi. A születés, a halál és az újjászületés. És a 2-8-as, meg persze ennek a felelősítése ezt jelenti, de ez mellett is van számos más hatása, meg jelentősége magának, csak az, hogy 88-as a mező. Plusz a báboknak az elosztása, ahogy működik, ez mindet, ennek utána kéne nézni jobban, én csak most így ez eszembe jutott így, mert a sakk szerintem nagyszerűen reprezentálja. Mellesleg a sakk is úgy épül fel, mint az Illuminati piramis, amit mindenki ismer, hogy a paraszt van az alján, abból van a legtöbb, azt tud a legkevesebbet, az az értéktelen, ezek vagyunk mi. Mi vagyunk a dögevők, a parasztok, akik a lepattanó teszik meg az asztal alól a morzsát, meg küzdenek egymással, meg mint ahogy itt is vannak emberek, akik képes idejönni valaki, és akkor itt ilyen mocskos dolgokat írkálni, meg mondani. Ezek vagyunk mi. Ezek a rákok a dobozban, a parasztok. És akkor így ahogy halad az ember befele a közepére, úgy egyre értékesebbek a karakterek. Meg egyre többet tudnak, meg egyre nagyobb hasznuk van, ahogy a piramis felépül. De ja, úgyhogy igen. Ez a sakról röviden, szóval ennyit a sakról, de majd lehet, hogy egyszer, ha lesz időm, rámegyek. Oké, ha valakinek kérdése van, vagy hozzászólása, bármi, akkor ezt ide be tudja írni, és aki meg csak ide jön így írogatni ostoba dolgokat, az sok szerencsét. Bárki, akinek kérdése van, az elér e-mailben, ilyen nagyon alap dolgokkal nem szoktam. Általában elküldök egy-két videót, szóval ne lepődjön meg senki. Ha már úgyis van mindenre videó, úgyhogy nincs harag, de az egyszerűbb egy-egy videót elküldeni, mint leírni. Szóval itt elértek, akárhol hozzászólás, ilyesmi, ha ne legyen benne trágárság, és ne legyen egy ilyen esszé, vagy egy önéletrajz, vagy egy szakdolgozat, mert nincs valahogy türelmemet elvett a sok videónézés szerintem, mint a gyerekeknek, nekem is ilyen, minek hívják, hiperaktív, ADHD. Szóval minél rövidebb, mi a kérdés, mi a szituáció, aztán a többit majd megbeszéljük, ha úgy alakul. Rendben. A SoundCloud-ot esetleg használhatja, akit érdekel, soundcloud.com és azt hiszem Yahoo útja a neve, ott fel van töltve rengeteg az írással kapcsolatos ingyen letölthető, még most, amíg lehet. Ez az infobubble 2, mindenki iratkozzon fel, aki nincs esetleg. Aztán még a másikra lehet, hogy visszatérünk, de majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Ez, a Google Plus már nincs, de hát nem baj. Szóval mindenkinek a legjobbakat, és köszönöm a figyelmet. Ne felejtsétek el, hogy kedden 20.30-tól megnézzük a védőoltásokat ugyanitt, az pedig kedden 20:30-tól lesz élőben, úgyhogy akinek esetleg azzal kapcsolatban van valamije, akkor azt elküldheti, ha talál valaki valamit, csak ne legyen ilyen ömlesztve rengeteg dolog, oké? És mindenkinek a legjobbakat, köszönet Abba a Yahoo-nak, remélem eljut mindenki a Yahoo útja videókhoz elő vagy utóbb, meg
ezt hasznosnak találjátok, és találkozunk kedden, vagy vasárnap 7-kor, vagy ahova útján. Hogy mindenkinek a legjobbakat, halleluja, és találkozunk.